Már most jó hangulat van a győri vízitelepen és környékén, ugyanis több száz kajakénus várja izgatottan a pénteki maratoni VB rajtot. A magyar válogatott csütörtökön hivatalosan sajtótájékoztatón is bemutatkozott. 11 győri is helyet kapott a keretben, így Kadler Gusztáv szakosztályvezetőként is izgulhat a pálya szélén. Meglepődtem, amikor így összesítettük, hogy 11 győri van, és boldog is vagyok tőle, és biztos vagyok benne, hogy ezek a gyerekek nagyon komolyan készültek arra, hogy itt a hazai közönség előtt a szószoros értelmében a saját városukban megmutassák, hogy mit tudnak. Biztos vagyok benne, hogy kellemes perceket fognak okozni nekünk. Esélylatolgatásokba sem a szövetség vezetői, sem a kapitány nem akart belemenni, ám van azért olyan sportoló, akitől sokat várhatunk. Szerénység lenne azt mondani, hogy a harmadiktól a hatodik helyig várjuk magunkat, mikor az elmúlt években rendre sikerült magunk mögé utasítani a mezőnyt. Mindenképpen magunkkal szemben egy olyan elváráson, hogy szeretnénk megismételni a tavalyi jó szereplésünket. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent megtettünk azért, hogy ez sikerüljön. 3 hétig edzőtáborozott itt a magyar csapat jó része. Úgy gondolom, hogy jó formában vagyunk, úgyhogy szerintem, hogyha technikai hibánk nem lesz és durva hibát nem vétünk, akkor talán sikerülhet ezt az álmot megvalósítani. A maratoni kajakénu VB tehát pénteken kezdődik 9 órakor, csak úgy, mint az összes napon. A futamok pedig egészen késő délutánig tartanak, így egész nap lesz kit buzdítani a kilátogatóknak.